Nagyon szeretek túrázni, barátaimmal, cserkésztársaimmal, akár egyedül is. Nagyon szeretem járni a természetet, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó közösségépítő program, ahol a természetben együtt lehetünk, és élvezhetjük a környezetünket, a szépségeket, és közben beszélgetünk, játszunk, szórakozunk, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó program. A társadalmunkban egy kicsit olyan körülhatárolt lehetőségekkel vannak ellátva a látássérültek, ami azt jelenti, hogy úgy nehezebb összehozni szerintem egy ilyen programot, mert sokan úgy gondolják, hogy más programokat preferálnak a látássérültek, szerintem pedig minden program megoldható veletek a látássérültekkel együtt, és szerintem pont azért jó, hogy lehetőséget adunk arra, hogy ezt együtt élvezhessük, és kiszabaduljunk a természetben. Fantasztikus élmény volt, nagyszerű volt együtt jönni a cserkész csapat tagjaival. Öröm volt megtapasztalni, hogy egy fiatal lány, mint Kiskata, milyen remekül vezeti a túrát. A gyerekek zokszó nélkül milyen aranyosan jöttek végig az úton, meg hogy milyen segítőkészek voltak velünk szemben a többiek. Mit gondolsz az önkéntes diákokról? Hát dicsérni való a munkájuk, nagyon aranyosak voltak, úgyhogy
szeretném, hogyha máskor is mehetnénk velünk együtt, hogyha ők is jól érezték magukat. Szerintem nem volt nehéz a túra, a talaj volt egy kicsit barátságtalan, de azt is leküzdöttük. Megoldható, így látássérültként. Így is meg lehet, és a segítőkkel még inkább könnyebb volt megoldani. Mit gondolsz a sok önkéntes diákról, aki velünk tartott? Nagyon jó, hogy jöttek, jó, hogy ennyien voltak. Úgyhogy tényleg rájuk számíthatunk mindig szerintem. Fárasztóbb volt, mint gondoltam, viszont nagyon örülök, mert már nagyon régóta nem túráztunk. Az az érdekes, hogy az elején észre se vettem olyan embereken, akin később láttam, hogy a tenyerükkel nézelődnek, hogy nem is tűnt fel, hogy ilyen szinten látássérültek voltak, akiről nem is feltételeztem. De úgy semmi különbséget nem tapasztaltam. Egy-egy nagyon necces helyzetben voltak igényelt kis segítséget, vagy jól esett neki, de azon kívül nem. Szeretném mindenkinek megköszönni ezt a mai napot, a cserkészeknek külön, főként Katának, hogy vezette ezt a túrát. Remélem, hogy legközelebb is lesz erre mód, hogy együtt tudunk veletek túrázni. Köszönjük szépen, és gratulálok a kicsiknek, a gyerekeknek, hogy ilyen ügyesek voltak. Meg köszönjük a sofőrünknek is, aki ilyen rugalmas és ilyen balesetmentesen vezet. Köszönjük szépen!